A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma folytatjuk azt a sorozatunkat, amikor bemutatjuk a Vörösmarty Színház művészeit, színművészeit és rendezőit egyaránt. Nemrégiben volt az évadnyitó, és természetesen, ahogy arról beszámoltunk, megtudhattuk, hogy ebben az évadban, az új évadban milyen darabok várnak ránk, és Szikora János bemutatta nekünk a színház új rendezőjét, Cukor Balást tisztelte, köszöntelek, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Én is köszönöm, hogy itt lehetek is. Mert hogy időközben ugye megtörtént az, amit nagyon nem vártunk, hiszen néhány színművész elbúcsúzott az elmúlt héten, és ez egy fontos pillanat, hogy azért érkeznek ide. Egy idézettel hadd kezdjem. Mielőtt bezárult volna előttem minden, összetalálkoztunk, nem egyszerű az a föld jeges hátán. Neked nem hazudok, legfeljebb füllentek, hogy elszórakoztassalak. Aranyidőknek számítom a gyerekkort, 8-9 éves korig, határai a vegyél föl és a mutasd meg. Ez nem más, mint a te édesapád Cukor György írta az Aranyidőkben. És hát akkor kezdjük talán úgy a beszélgetést, hogy az a családindítatás, ami egy ilyen családban egy fiatal gyermeket ér, az miként indít el valakit a pályán, ami a máig tart? Hűha. Hát igazából azt tudom mondani, hogyha apám szóba került, hogy ő tőle nagy szabadságot tanulhattam gyerekkoromban. Most hirtelen az jut eszembe, hogy amellett ugye, hogy ő ír, több verses kötete is megjelent. Szóval az jut eszembe, hogy emlékszem arra, hogy mikor egész kicsi voltam, akkor az egyik nyáron szánkozni akartam. És akkor apám gondolkodás nélkül fogta a szánkot és kivitt szánkozni. És ez egy valahogy egy nagyon meghatározó élményem. Tehát különleges kapcsolat fűzött hozzá. Igen, mondhatjuk, vagy az, hogy amit általában egy szülő ilyenkor azt mondaná, nem, hogy a cánkó az arra való, hogy télen a hóba menjünk vele, és ő nyáron kivitt. Gyorsan kiderült, hogy te magad is különleges leszel? Tehát a tehetséged, a hozzáállásod az irodalomhoz, általában a humántárgyakhoz, az fontos volt? Igen, igazából talán úgy indult az egész, hogy a színpadhoz való közelség, hogy volt egy középiskolai zenekar barátokkal, a Mad Marx nevű zenekar, ahol az iskola mellett eléggé sokat próbáltunk, tehát nagyon sok időt fektettünk arra, hogy zenéljünk. És egy egész izgalmas zenei anyagot is tudtunk már létrehozni, utólag meghallgatom, mikor eljutottunk egy stúdióba a régi felvételeket, és tényleg eléggé magas színvonalú, és valahogy egy ilyen egyedi stílusú zenekar volt. Tehát persze sokaknak vágya ez, hogy zenéljen kamaszkorba, vagy színpadon álljon, de valahogy ez akkor ott már volt egy ilyen kezdőlöket, hogy valamilyen módon nekem eszközöm van a színpadon álláshoz. Ennek vagy tükrében nehéz volt a pályaválasztás? Nem, egyáltalán nem. Bizonyos szempontból valahogy olyan egyértelmű volt, hogy én menjek vagy felvételizek a színművészeti egyetemre, habár azt mondom, hogy inkább tényleg az előélete az volt, hogy egy zenekarban énekeltem. Tehát a színházról, vagy a színházi világról nem igazán volt képen. Inkább apám rengeteg filmet mutatott már kamaszkoromban, Bergman filmeket néztem meg. Ahogy a későbbi pályafutásodat nézzük, mindig a mélységeket kutattad. Jószerivel lubickoltál a különlegességben, ami a darabok mélységeit kutatva. Ez rányomta a bélyegét a színműn is arra a négy esztendőre, ami azért meghatározza a későbbieket?
Hát nem, hanem igazából talán az volt egy lényeges dolog, hogy a színművészeti első két évében nem rendezett minket senki, hanem mi az osztálya közösen készítettünk jeleneteket. És akkor a jelenetek igazságának a megkeresése az nagyon fontos lett a későbbiekben is, és kihatott aztán a darabválasztásokra, vagy témaválasztásokra. Igazából az, hogy ez most mélység vagy nem, én ezt annyira nem tudom megítélni nyilván az én szempontomból, de azt tudom talán mondani, hogy próbáltam mindig úgy rendezőként dolgozni az elmúlt években, hogy azzal próbáljak megfoglalkozni, ami valójában izgat, vagy amit aktuálisnak érzek akár az én életemben. Ugye az Alkalmátért Rúgban olvastam néhány olyan bejegyzést, amiből kiderült, hogy Máté Gáborral, aki az osztályfőnököd volt, nem volt túlságosan jó a viszonyod. Ez nyilvánvaló annak is köszönhető, hogy bizonyos értelemben te többre vágytál, másra vágytál, mint. Ezt jól gondolom? Hát nem lehet azt mondani, hogy ez nem volt egy jó viszony. Én nagyon sokat tanultam tőle. Nem érzékelem ezt utólag, tehát inkább azt mondom, hogy szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy ugye így indult az első két évünk, hogy rendeztük egymást, és hogy az én utam aztán arra vitt, hogy rendezővé váljak, vagy előadásokat rendezzek, arra a két évre nagyon pontosan emlékszem. Tehát igazából azt, ha bár ugye színészként végeztem a színművészetén, az nagyon meghatározza még a mai napig is a munkámnak. Szóval egy nagyon erős része az, ahogy mi ott azokat a jeleneteket közösen együtt rendező nélkül készítettük. Tehát hogy egyfajta közösségi élménybe, vagy egy kevésbé hierarchikus rendszerben működtünk mi akkor mégis. Mindenki partnerként volt jelen a jelenetek kreálása közben, ami a későbbi munkámra is nagyon kihat. Ez kivételes gondoskodó fegyelmet, tiszteletet, gondolatokat igényel, ha valaki színművészből rendező szeretne lenni, és ezt ideje korán kifejezi, és elindul egy másik úton. Nehéz volt ez a számodra? Nem, egyáltalán nem. Sőt, inkább azt éreztem, hogy nagyon közel áll a habitusomhoz, vagy a személyiségemhez az, hogy előadásokat rendezzek, talán jóval jobban, mint az, hogy színpadon álljak. Mert hogy ugye az egyetem után Bárka, Örkény Színház, Szombathely, Sputnik Hajózási Társaság, tehát azért sokfelé vezetett az utad, és akkor már bizonyos voltál benne a végén, hogy tulajdonképpen rendezőnek teremtett az Úr. Ez szép fokozatosan alakult ki, hogy egész egyszerűen elkezdtek olyan témák izgatni, vagy azt láttam, hogy bizonyos rendezők, ahogy dolgoznak, az számomra nagyon vonzó volt, és azt éreztem, hogy ezt én is akár tudom csinálni, vagy örömet tud okozni. Beszéljünk egy kicsit a buddhizmusról, mert hogy ez egy különleges színfoltja, sokkal több, mint a színfoltja egyébként az életednek, hiszen elvégezted a buddhista főiskolát is. Ez most írom a diplomát. Igen, és ez mennyiben segít téged a mindennapokban? Hiszen a mindennapok mellett tulajdonképpen rendezőként egy-egy előadás ünnep. És az a kettő összekapcsolódik, az nagyon-nagyon fontos egy ember fia életében. Hát azt tudom például mondani, hogy a szakmai munkát nagyon megsegítette maga a buddhista főiskolán tanultak. Tehát nagyon sokat adott hozzá a rendezéshez és a színházi élethez, és nem is csak emberileg, hanem tényleg szakmailag. Ugye a buddhizmusban, de erről nagyon sokat tudni. És mit tudsz átadni az általad rendezett színművészeknek ebből az elvből? Az elvből nem nagyon tudok mit átadni. Azért ez egy másik terep, amit nem feltétlenül hasznos
beemelni a színházi világba. De miként kapcsolódik a rendezéseidhez? Hát alapvetően a buddhizmus egyfajta az életet egyfajta hiány alapra helyezi, szenvedés alapra, amiből van kiút. És vagy ez a buddhának van egy ilyen alap igazsága vagy tantétele. És ez nagyon jellemző azért a színdarabokra, hogy az ember találkozik olyan figurákkal, akik egy szorult helyzetben vannak, és keresik a megoldást. Igen, tehát te úgy fogalmaztál, hogy a színház, színjátszás akár buddhista gyakorlatként is felfogható, ahol az én határai körül forog minden. Hát igen, mert ugye nagyon különös, mert a buddhizmus persze több ága van, de azért mégiscsak azt állítja bizonyos szempontból, hogy az én, hogy mi vagyunk, ez egyfajta illúzió, tehát hogy nem tudjuk megfogni, vagy pontosan meghatározni, hogy mi az az én. És amikor egy színész játszik, akkor az, hogy ő a személyiségéből, vagy az énjéből mennyit tesz bele a figurába, vagy ez hol találkozik, vagy hol bomlik le esetleg az ő személyisége azért, hogy egy szerep megcsillanhasson, akkor azért ennek a kettőnek eléggé szoros kapcsolata van, azt hiszem. Beszéljünk a rendezéseidről. Milyen elvet képviselsz? Elvet? Elvet. Amit aztán átültesz a gyakorlatba, hiszen klasszikus daraboktól kezdve a kortárs darabokig nagyon sok mindenki, tehát színművészek és darabok is megfordulnak. Nem érzékelek magamon különösebb elvet. Azt szeretem, hogyha ha tud lenni egy személyes kapcsolatom azzal az anyaggal, amit rendezem. És a színművészekkel való kapcsolatodat, ez hogy befolyásolja, ha esetleg ők másként gondolkodnak egy-egy darabról, egy-egy szerepről? Általában örömmel tölt el, hogy egyrészt hagyom is, meg szeretem, hogyha a színészek is elmondják a véleményüket az adott jelenetekről, a szerepükről. Sok mindent tanulok, hallok tőlük közben, és nagyon sokszor változtatok azon a képen, amit esetleg én egy figuráról gondoltam, ha már egy próba folyamat olyan állapotában van, hogy egy színész mond. Beszéljünk azokról a szerzőkről, akiket te mindenek felett szeretnél, vagy szerettél volna megrendezni, és még előtted állnak. Mert hogy nyilván egy rendező számára a kijelölt művészeti vezetés által kijelölt darabok is fontosak, de azért mindig vannak álmai. A te álmaid az első időszakodban teljesültek? Milyen darabokat szerettél volna magadnak? Igen, pont ezt mondtam, hogy ebben nagyon szerencsés vagyok, vagy egyrészt Karakán is talán, hogy próbálok mindig olyan előadást rendezni, ami épp foglalkoztat, tehát igazából ezt tartom fontosnak. Az, hogy melyek az, vagy milyen színdarabok vannak, amiket, vagy szerzők, akiket rendeznék, nincs így különösebb, amiről azt mondanám, hogy na, ezt most mindenki. Persze van egy nagy jegyzetem, amiben különböző színdarabok és szerzők fel vannak írva, akikkel szívesen foglalkoznék, vagy amik megérintenek, de több darabot írtam is, amiket rendeztem. Igen, korábban. Például a Cukorsó az egy kulcspillanat volt az életedben, gondolom. A Cukorsóban játszottam, én azt nem írtam. Igen. Tehát azt és nem én rendeztem. Tehát ott én színészként vettem részt egy munkában. Igen, de tulajdonképpen rólatok szólt. Hát, nem. Nem? Nem, ez egy másik történet. Ott egy ilyen, még ezek a napi kibeszélő showknak a mintájára, mint a Balázs show, meg a Mónika show, ugye voltak ezek a kibeszélő showk, és annak a mintájára készült a Füstmilán Boldogtalanok színdarabja mentén. Melyek azok, akkor most nevesítsük azokat a darabokat, amelyek rendkívül fontosak voltak számodra? Visszamenőleg, hogy? Hát néhányat említsünk meg, hiszen ez nagyon fontos annál is inkább annak tükrében, hogy ugye most túl vagyunk az első rendezéseden itt Fehérváron, a Nem félünk a farkastól, egy klasszikus, ami nagy közönség sikert aratott, de nyilván nem ez az elsődleges számodra. Többször előfordult már, hogy rendeztem úgy előadást, hogy talán például a Kiállok magamért című előadás, ami
állami gondoskodásban felnőtt emberek interjúi alapján készültek. Ez valahogy ilyenkor mindig egy nagyon jó érzéssel tölt el, hogy egy problematikus vagy nagyon nehéznek látszó témába val tudok foglalkozni. De készítettem korábban még szombathelyen előadást szülés és születés témában, ott is interjúk alapján. Tehát azt érzékelem, hogy én azt nagyon szeretem, hogyha a mai vagy a jelenkorunkban fellelhető problematikákat vagy témákat körbe tudom járni színházi eszközökkel, hogy épp a mai napon mi van a levegőben. Tehát igazából én ezeket tudnám említeni, vagy ezek azok a munkák, amik talán a legjobban meghatároznak, ami nyilván nagyon hosszú előkészítést kíván, tehát maga a körszínházi rendszer azért egy picit más struktúrával dolgozik, hogy ezeket az előadásokat könnyen létre lehessen hozni, de azt hiszem, hogy számomra ez mindig a legizgalmasabb, hogy aktuálisnak lenni, és voltál szabadúszó, úgyhogy azzal, hogy most nem ide szerződtél a Vörösmarty Színházhoz, megváltozik az életed. Ez mennyit jelent számodra? Egyáltalán amikor megkerestek, akkor gondolkodtál rajta, hogy miért is, vagy hogy miért is vágjak bele? Én ennek nagyon-nagyon örültem, ennek a felkérésnek. Igazából már az ország több különböző pontjain rendeztem. Azt érzékeltem, hogy szeretnék már azért egy csapathoz tartozni én is, tehát jól sikerült a Nem félünk a farkastól munka, tehát nagyon jól tudtunk együtt dolgozni a stábbal, meg a színészekkel. És valahogy azért már vágyom arra, hogy egyfajta állandóság legyen körülöttem. Itt nyilván az talán az izgalmas ebbe, hogy hogyan tudunk közösen fejlődni évről évre, úgyhogy egyre jobban megismerjük egymást. Nyilván a társulati létnek talán ez lehet egyfajta kulcsa. Nyilván a családod volt az elsődleges, illetve az állandóságot képviselték folyamatosan és mindig, de mi azért örömmel vettük, hogy egy újabb olyan, azt mondom, hogy kivételes tehetségű, elismert rendező kerül ide. Milyenek voltak az első tapasztalataid? Hiszen a nem nyilván kívülállóként azért azt meglehetősen nehéz megítélni, hogy egy társaság milyen közösséget alkot. Azt tudjuk, hogy milyen színművészek kerültek a kezed alá, úgymond ebben a darabban, de milyen tanulságokat vontál ebből? Megerősített abban, hogyha hívnak, jövök? Igen, abszolút, persze. Igen, mondom, nagyon-nagyon-nagyon jó munka volt. Hát általában azért bennem az van, hogy a munka van legelől, és az anyag, és hogy a maximumot hozzuk ki belőle. Tehát az lebeg a szemem előtt. Nem feltétlenül az, hogy éppen a társulat milyen állapotban van, ahova én kerülök, hanem arra az időszakra, amikor próbálunk bezárjuk az ajtót idézőjelben, és a munkára koncentrálunk, lehetőleg minél jobban figyelve egymásra. Nagyon fontos. Tehát Szikora Jánosék megkerestek, elfogadtad a meghívást, és voltak-e feltételeid? Mert azt tudjuk, a később nyilván erről fogunk beszélgetni, hogy az a két darab, amit most ebben az új évadban rendezni fogsz, ez különleges kihívás, de megerősítésként fogadtad nyilván, hogy rád van szükség, mert ezt gondolom elmondták. Ugyanakkor tettél-e lépéseket, hogy megismerd ezt a színházat előtte? Mi történik ilyenkor? Hát sok előadást megnéztem. Többet is a mostani repertoáron futó előadások közül. Mindkét darab, amit majd jövőre rendezek, az a színház felkérése, tehát is én mondtam, hogy persze, hogy megrendezem ezeket a darabokat. Én szerintem most ez a feladat, hogy ezeket az előadásokat minél jobban megrendezni, és aztán bízom benne, hogy azért eljön majd annak is az ideje, hogy én is tudjak darabot ajánlani, amivel szívesen foglalkoznék, vagy témát ajánlani. Van még álmod? Olyan álmod, amit mindenképpen szeretnél itt megrendezni?
Nem mondanék így színdarabot vagy címet, mert egész egyszerűen pont azért, mivel, amit az előbb is már próbáltam mondani, hogy van, hogy téma izgat, azt így az ember nem tudja még előre megmondani, hogy mi lenne az, és az írás is. És mondom, persze több színdarab van, ami a fejemben van, de nem érzékelem azt, hogy én nekem most feltétlenül az van, hogy na, a Hamletet kellene most. Világos következő évad. Hát igen, a Tempora Mutantur jegyében zajlik a színház élet is, főleg ebben a felgyorsult 21. századi világban. Az eddigi tapasztalataid tehát jók, és nyilván az nagyon-nagyon fontos. És hát ha megnézzük, akkor a következő időszakban rendkívül sok feladat hárul a színházra, mint a Kulturális Élet Központjára itt Fehérváron. Általában mit szóltak otthon például a szerződésedhez? Örültek neki. Igen, persze. Igen, mert látták ők is, hogy nagyon harmonikusan ment a próba folyamata, nem félünk a farkastól alatt, hogy nagyon jól éreztem magam. Tehát az állandóság azért ilyen értelemben fontos számodra? Igen, meg most pont talán, nem is tudom már hány éve, talán 10 éve vagyok szabadúszó rendező, és azért az, hogy ősszel mondjuk Pécset rendezem, akkor utána már télen Budapesten, és akkor tavasszal Szombathelyen tegyük fel, azért ez eléggé felforgácsolja az embert, tehát hogy nagyon sok energiát követel egyeztetni a dolgokat, az előadásokat. És mondom, van egyfajta állandóságra való vágy bennem, ami előtt tényleg az van, hogy tudunk jól társulatként együttműködni. Lesz rá módod, hogy azért kilépj ebből a székesfehérvári Vörösmarty színházas mókuskerékből? Vagy teljes egészében persze. Itt képzeld el? Én most azért azt gondolom, hogy én nekem most itt van a helyem, ez van elől. Tehát minden energiámat, amit most a színházra fordítok, azt a székesfehérvári színházba teszem bele. Abszolút ez van teljesen elő. Tehát, hogy amikor gondolkozom, akkor a színészeken gondolkozom, hogy kinek milyen feladat állna esetleg jól az itteniekkel. No, hát akkor én ehhez mit kívánjunk neked következő időszakra? Sok-sok néző lesz, az nem vitás, mert hogy azért a 2 év koronavírus járvány alaposan megtépázta a színház látogatottságát, illetve a színészeket, rendezőket nem különben. Tehát én egyrészt akkor azt kívánom, hogy teltház előtt ugyanúgy, mint a Nem félünk a farkastól, menjenek a darabjaid, természetesen ez minden darabra vonatkozik, és hát mosolygós szemeket. Köszönöm. Jó ez így? Jó. Jó, persze. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, Cukor Balázs volt a vendégem, Vörösmarty Színház új rendezője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, ne feledjék el, és érdemes is Székesfehérváron továbbra is a színházat választani. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.